Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Nap azért kápráztat el, mert szürke napokból ragyog elő, ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel, itt-ott egy-egy igazi drága kő. Shakespeare szavaival, tisztelettel és szeretettel köszöntöm szalagavató ünnepségünkön megjelent kedves vendégeinket. Köszöntöm végzős diáktársaimat, szüleiket, hozzátartozóikat és a Lónyai Mennyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola tanárait, oktatóit, dolgozóit. Az itt hamarosan felsorakozó végzős diáktársaim számára a mai nap ünnepi mérföldkő, hiszen osztályfőnökeiktől megkapják azt a szalagot, amely jelzi, hogy végzősök lettek, hamarosan érettségizni fognak, szakmai vizsgát tesznek. Tisztelt ünneplő közönség! Fogadjuk szeretettel a bevonuló végzős diákokat! Elsőként a 12. A osztály tanulói érkeznek, akik az informatika és vendéglátó ipari ágazat képviselői. Osztályfőnökük Katonáné Deák Dóra tanárnő. And this is all love. And I must just live for all that I can give. The spark that makes the fire grow. And I will stand for if I can, symbol of my faith in who I am. But you are my only, and I must follow on the road that
11. D osztály végzősei vonulnak be következőként. Ők épület és szerkezet lakatosok, valamint pékek lesznek tanulmányaik befejezését követően. Osztályfőnökük Szűcs Istvánné tanárnő. A 11. F osztály végzős tanulói következnek, akik a cukrász, szakács és pincér szakma alapjait sajátítják el iskolánkban. Osztályfőnökük Csetánya tanárnő. Végül a 11. G osztály végzős diákai vonulnak be. Ebbe az osztályba eladó, férfi szabó és hegesztő tanulók készülnek fel választott szakmájukra. Osztályfőnökük Papfalusi István tanár úr. Elmúlt és jövendő ezer év, ha éled, mi is múltá érünk jövőt keresve. Vajja Dér István, a Berek költője, városunk szülötte. Kérem, hallgassák meg Jövőbeli Nemzedék című versét Andrássy Zsófia és István András 12. A osztályos végzős tanulók előadásában. Íme, azok lettünk hát, kiket a világ e földdarabka alkotott magának. Millió színében illatozó virág, aprócska ág, vagy csak rügye a fának, hogy a tiszameder mélyéből kelt szellő dajkájon, védjen, lágyan cirógasson, vagy parányi búzaszem örökké termő, hogy mindenkinek kenyeret adhasson. Ezek vagyunk csupán mi beregi sarjak. Csak szívek, csak vágyak, csupán emberek, kiknek puszta léte e földből fakadhat, alkot és elnyel a homok rengeteg. Lám, a múlt ezer év mennyit csiszolt rajtunk, még a semmiből önmagunkká váltunk. Az egészből csak egy darabkát akartunk, lelkünkben olykor szinte kiabáltunk. És formált a Tisza, és formált a homok, formált a szél is, hol cserzett, hol tépett, arcunkba, bőrünkbe barázdákat nyomott, s megültek benne mélyen az emlékek. Hunok, avarok, a hét vezérlábnyoma, pusztító törökvész, tatáráradat, vályogviskók mélyén őseink otthona, békében, békével üzentünk hadat. Bárha a pusztulás oly messzire került, kezünkben kapával békéért sírva talpra állnunk, mégis mindenkor sikerült, hétköznapokat verejtékkel írva. Így lettünk azokká Tisza tenyerében, akikké megformált minket a bereg, akik önmagunkat alkotjuk egészen, magunkat, másokat féltő emberek. Így kerek a világ, így teljes a létünk, e földdel létezve őseink szaván, múltból a jövőbe repít az emlékünk.
legenda születik szavaink nyomán. Elmúlt és jövendő ezer év, ha éled, mi is múlttá érünk jövőt keresve, és a táj még alkot annyi nemzedéket, kik felnéznek ránk csöpnyi emberekre. A lelket melengető gondolatuk után felkérem Májer Ibolya igazgatónőt ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt vendégeink, kedves tanítványaink, nagyra becsült kollégáim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Lónyai Menyhér Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola szalagavató ünnepségén megjelent valamennyi kedves vendégünket. Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Balázsi Erzsébet asszonyt, Vásárosnaményváros alpolgármesterét. Szólát Imre lelkész urat, a Baptista Szeretett Szolgálat Oktatási Intézmény Fenntartó Központ képviselőjét. Tóth Lajos nyugalmazott címzetes igazgató urat. A díszasztalnál helyet foglaló minden kedves meghívott vendégünket. Végül, de nem utolsó sorban, megkülönböztetett szeretettel köszöntöm az ünnepélyes szalagtűzésre felsorakozott végzős tanítványainkat és osztályfőnökeiket. Kedves ünneplő lónyaisok, tisztelt vendégeink! A szalagavatás szertartása hosszú múltra tekint vissza. Ez a ceremónia és Selmezbányáról származik, mint meg annyi diák élettel kapcsolatos szokás. Ott még valétálásnak nevezték. A kifejezés a latin nyelvből ered. Valéte, kiáltották a végzősök a kisebbeknek. Éljetek boldogul! A diákok az utolsó tanév második fél évére váltak jogosultá a végzősök szalagjának viselésére, és akárcsak ma, ott is egy ünnepség keretén belül adták át a végzősöknek ezeket. Az ott maradók pedig tanácsokkal, baráti szavakkal köszöntek el a búcsúzóktól. Az egykori valétálás azóta nálunk is hagyomány lett, igaz, felgyorsult világunkban már nem várunk az utolsó tanév második fél évéig, hanem igyekszünk minél előbb átélni az ünnepi pillanatokat. Kedves szalagtűzésre váró diákok! Bár már évek óta látom, mégis minden évben meglep az a bájos kettőség, ami a szalagavaton az ünnepeltek megjelenésében mutatkozik. A viselet a hagyományos fekete-fehér iskolai egyenruha, de a haj, a smink már a csillogást, a táncot, a jó hangulatot mutatja. Az iskola nappalaiban szikrázó fehér fényi tudást az éjszaka titokzatos fényei váltják. Az idője két partját pedig összeköti a szalag, amit hamarosan megkaptok. Tisztelt jelenlévők! Nemrégiben olvastam arról, hogy 1866-ban Dél-Afrikában egy európai amatőr geológus meglátott néhány gyereket, akik egy csillogó kővel játszottak. Megkérdezte a gyerekek édesanyját, hogy nem adná el neki azt a követ. Az asszony azt gondolta, hogy csak egy csillogó kavics. Eladta azt a geológusnak, aki megvizsgálta, és az egy 21 karátos gyémántnak bizonyult. Az esetnek azonnal híre ment, s a gyémántokkal foglalkozó tudományos és üzleti világ lázba jött. Dél-Afrikába utazott az akkori világ talán legnagyobb gyémánt szaktekintélye és üzletembere, a brit James Reynolds Gregory, megvizsgálni, hogy érdemes-e Dél-Afrikában gyémántbányászattal foglalkozni. Vizsgálódásai után jelentésében azt közölte, hogy üzleti manipuláció az egész. Nem érdemes ott délen gyémántot remélni. Eme nagy jelentőségű bejelentés nyilvánosságra kerülése után néhány nappal egy 83 karátos gyémántot találtak a leminősített területen. Híres drágakő, ezt nevezik a mai napig Dél-Afrika csillagának. És ezzel természetesen elindult Dél-Afrikában a gyémánt kitermelés. Szegény James Reynolds Gregory pedig foghatta a fejét hibája miatt. Attól kezdve, ha a gyémántok körül valami tévedés vagy átverés történt a szakmában, csak úgy emlegették, ah, ez csak egy Gregory. A történet távolinak tűnhet. Időben, térben és tárgyában messze esik a mi életünktől. És mégsem távoli. Mert szól egy amatőr geológusról, aki kíváncsi volt és bátor volt.
szól egy asszonyról, neki nem volt elég tudása ahhoz, hogy észrevegye a kezében, vagy épp a gyermekei kezében lévő kincset. S szól egy nagyon sikeres emberről, aki elhamarkodottan hozott ítéletet. Neve így minden addigi sikere ellenére a tévedés szinonimája lett. A geológus kíváncsi és bátor volt érdeklődését és álmait kutatni. Ahogy rátok nézek, 95 kíváncsi és bátor fiatalt látok. Tudom, hogy azok vagytok. Persze titeket nem a kőzetek világa érdekel, sokkal inkább az informatika, a konyhaművészet, az éttermi kultúra, a divatvilága, a marketing. Egy biztos, hogy változatosak, sokszínűek és értékesek vagytok, mint a drága köveg. Mindnyájatokra igaz, hogy egyszerre vagytok kíváncsi kincskeresők, és a megmunkáltság, csiszoltság különböző szintjén lévő drága köveg. A középiskola szalagja, amit ma feltűznek osztályfőnökeitek, segít abban, hogy a csiszoltságotok fokára emlékeztessen titeket. Mert ez a kis szalag emlékeztet a Lónyay Menyhér Baptista szakgimnáziumban és szakközépiskolában töltött évekre. Az iskolában megszerezhető és remélhetőleg meg is szerzett tudásra, ami közismerten kincset, de legalábbis egy jó munkahelyet ér. Tisztelt szülők, gondviselők! Vizsgáljuk most meg az önök szempontjából a történetbeli asszonyt, aki elkútja vetyélte, sőt fel sem ismerte a kincset. Olcsón odadobta azt, amiből fejlődéshez, iskoláztatáshoz, jobb életkörülményekhez juttathatta volna gyermekeit. Kivette kezükből a kincset. Kedves szülők! Önök nem ilyen szülők. Önök keresték, és azt hiszem, hogy megtalálták gyermekeik számára a kincset adó iskolát, ahol a talán később feledésbe merülő kötelező tantervi tartalmak mellett a feledhetetlen, életutakat megtartó és megmentő aranymondások mindörökre bevésődhettek szívükbe és eszükbe. A szalagot a gyermekeik kapják, de annak szövését önök indították. Köszönet érte! Kedves végzős diákok! A történetben elérkeztünk szegény McGregoryhoz, aki nyilván felületes vizsgálatok után írt téves szakértői véleményt. Mi, a tanáraitok, tapasztalhattátok, nagyon igyekszünk alaposan körbejárni mindig a témát, amit elétek tárunk. Lehet az tananyag, vagy a közösséget, a személy boldogulását érintő erkölcsi kérdés. Tudom, és számos alkalommal meg is tapasztaltam, hogy sokszor unjátok is ezt, szívesen vennétek egy kissé több felületességet. Ismeritek talán azt a nyilván diákok által kitalált viccet, hogy a tanárral az a baj, hogy mindig az anyagon jár az esze. Elárulom, a tanárnak mindig a diákon jár az esze, és ez így van jól. Ezért fontos nekünk, hogy a kezetekben lévő kincset megbecsüljétek, őrizzétek, gyarapítsátok és adjátok tovább gyermekeiteknek, akiket aztán majd olyan óvodába, iskolába, középiskolába küldtök, ahol megsokszorozhatják kincseiket maguk és az ő utódai gazdagítására. Ezen a mai ünnepen jelet tűzünk rátok. A mi iskolánk jelét, a mi iskolánk szellemiségének a jelét. A ti utolsó itt töltött évetek jelét. A jövőtök iránti felelősség és reménység jelét. Az a szalag, amit kaptok, egy jelkép. De nem csak nektek, mindenki mást is arra fog emlékeztetni, hogy viselője végzős diák. A szalag felfogható egyfajta kitüntetésnek is, amire méltán lehettek büszkék. Hiszen túl vagytok iskolai tanulmányaitok nagy részén, elfogadtátok tanáraitok törekvéseit, akik minél több tudást akartak átadni nektek. Igyekezzetek az érettség és a szakmai vizsgákig hátralévő időt jól kihasználni, hogy júniusban mindannyian emelt fővel lehessünk jelen a vizsgák eredményhirdető ünnepségén. Kedves fiatalok! Minden élethelyzetben jusson eszetekbe Vörös Sándor intelme. Isten vendége vagy a világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Azt remélem, hogy számotokra ez valóban csak költői kérdés, s ti, lónyais diákok, boldog kíváncsisággal látogatjátok végig mindnyájunk házigazdájának kincses termeit. Ez a feldíszített sportcsarnok is erre hív titeket, és az itt elhangzottak is. Ne felejtsétek, ebbe a terembe már beléptetek. Nem lehet, és nem is érdemes külső szemlélőként itt állni. Vigyétek el a házigazda minden nektek szánt kincsét. Ennek kézzelfogható jeleként pedig fogadjátok örömmel a maturandoszok szalagját, amit néhány perc múlva osztályfőnökeitek szeretettel tűznek fel rátok. Kedves ünnepeltek, ez a nap a ti napotok. Értetek van minden, titeket ünneplünk. Kívánjuk nektek, hogy az itt eltöltött évek,
az iskola falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága, tanáraitok embersége és szeretete elegendő éltető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Mindannyiunk nevében megköszönöm igazgatónő szívhez szóló ünnepi gondolatait, bíztató, felelősségébresztő szavait. A következő percekben iskolán kamarakórusa Zoller Zsolt Lesz még tavasz című szerzeményével örvendeztet meg bennünket. Légy nagy lelkű és megértő. Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és boldogabban, amikor távozik. Légy Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség arcodon, szemedben, mosolyodban és meleg kézfogásodban. Teréz anya gondolataival vezetem be ünnepségünk legfontosabb pillanatait. Kedves vendégeink! Végzős diáktársaim a következő percekben megkapják az öreg diákok hagyományos díszét, a szalagot. Elsőként a 12. A osztály tanulók díszíti e szép szimbólum. Megkérem osztályfőnöküket, Katonáné Deák Dóra tanárnőt a szalagok feltűzésére. Lukács János. Fejgel Antónia. Nagy Eliza.
Dicső Dóra. András és Zsófia. Bakrow Anna Mária. Zákány Tamara. Kálmán Lívia. Fási Kitti. Barancsi Ádám. Puszti István Krisztián. Nejzsmák Ján. Toldi Gergő Ferenc. Pálinkás Gábor. István András. Puszti Ádám. Cseszlai Csaba. Gál Gergő. Dulau Olivier. Apagyi Máté. Gál Tamás. Zsigó Levente. Kocsis Sándor. Végül a 12. A osztály végzősei tűznek fel szalagot osztályfőnöküknek, Katonáné Deák Dóra tanárnőnek. A 11. D osztály tanulói szintén osztályfőnöküktől, Szűcs Istvánné tanárnőtől kapják meg a végzős diákok jelvényét, a szalagot. Felkérem tanárnőt a szalagtűzésre. Demeter Zsolt. Bodnár Rihárd.
Hamza Lajos. Nemes Dávid. Horváth Szabolcs. Nagy Roland Ferenc. Hévíz Attila. Lakatos Alexandra Erzsébet. Budai Emese. Holló Csaba. Deák Levente. Lakatos Dániel. Lakatos Márk Alex. Horváth Szabolcs. Milák Máté. Megyesi Kornél. Nagy Gergő. Rusznák György. Olá Eleonóra. Bedő Noémi. Szász Csaba. Molnár Dániel. Végül a 11. D osztályosok tűzik fel a szalagot osztályfőnöküknek, Szűcs Istvánné tanárnőnek. Következőként a 11. F osztály tanulóit díszíti az öreg diákok szimbóluma. Felkérem osztályfőnöküket, Csetánya tanárnőt a szalagok feltűzésére. Haga Péter. Nyíregyházi Benjamin. Varga Vivien Andrea. Cseh
Cselle Katalin Vivien. Kárpáti Zsolt. Lakatos Mária. Bihari Marian. Mester Claudia. Balogh Katalin. Koi Alexandra. Mert Eszter. Haraszti Rihár. Barát Dominika. Balogh Mercedes. Szénás Regina Mária. Ötvös Emese. Fajkó Fruzsina. Maticsák Bettina. Sziklási Viktória. Varga Barbara. Mester Kinga. Csorba Vivien Eugénia. Most pedig Csetánya tanárnőnek tűzik fel a szalagot végzős diákjai. Végül a 11. G osztály tanulói kapják meg osztályfőnöküktől, Papfalusi István tanár úrtól a szalagokat. Felkérem tanár urat a szalagtűzésre. Radics Elizabeth. Sejem Éva.
Mihalovics Rita. Hicsár Diana. Jónás Dávid. Vitéz Csaba. Bálint Ferenc Attila. Rézműves Tamás. Bálkai Sándor. Pracu Gergő. Faragó Zsolt Alex. Újlakán Ádám. Kálmán Ádám. Fórika Klaudia. Szabó Jennifer. Hicsár Anita. Tóth Cynthia. Sebestyén Balga Brigitta. Pap József. K.T. Dániel. Csorba István. Kis András. Lakatos Máté. Tóth Sándor. Szász György. A 11. G osztály végzős diákjai is szalagot tűznek fel osztályfőnöküknek, Papflusi István tanár úrnak. Felkérem a 11. G osztály tanulóit, hogy osztályfőnökük Papflusi István tanár úr vezetésével vonuljanak el.
11. F osztály tanulói Csetánya tanárnővel hagyják el az ünnepség helyszínét. A 11. D osztály végzős diákjai Szűcs Istvánné tanárnő kíséretében vonulnak el. A 12. A osztály tanulói Katonáné Deák Dóra tanárnő vezetésével hagyják el az ünnepség helyszínét. Míg a végzős diákok átöltöznek táncaikhoz, hallgassuk meg az Anti-Fitness Klub Vezessen a Vágy, valamint a Magna Cum Laude Vidéki Sanzon című dalát iskolánk kamarakórusának előadásában. Thank you.
szem, és azt mondták, hogy ez az a hely, ahol minden sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnökön az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne, vagy lassan utána engedne, mert hirtelen kinyílt a föld alattam, de eltűntél, én meg itt maradtam. Hát ez a part felé még várat, ha a világ fordít neked hátat, és ha utat végzős tanulóink táncai következnek. Elsőként a 11. évfolyam kápráztat el bennünket egy bécsi keringővel, melynek lágy, melodikus zenéje a közönséget is magával ragadja. Hangulata elvarázsol bennünket. A keringőt betanította Séra Alexandra táncpedagógus. Step closer.
A következő percekben 12. A-osztály fogja uralni a táncteret, s temperamentumos, szárnyaló bécsi keringőjükben gyönyörködhetünk. A koreográfiát betanította Tamási Margó táncpedagógus. Thank you.
Ne kívánd senki szeretetét, ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye, melege, mindenre egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra többesség fényedből és melegedből, mint akiknek nincsen szüksége te reád. Családtagjaid, mindennapi társaid és a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek melegítésére rendelik. A végzős diákok ezekkel a gondolatokkal és közös énekléssel búcsúznak tőlünk a mai estén. Hallgassuk meg Máté Péter Most élsz című szerzeményét a végzős évfolyam előadásában.